Javaslom, hogy kezdjük el. Előzetesen megkérdezem, hogy van-e valami fogásra az ellen, hogy felvételek közkérnek? Nekem nincs. Elsősorban nyilván a polgármesterőröknek. Tehát akkor nincs. Akció, hogyha akarsz, akkor... Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendezvényünkön. Külön köszöntöm mai rendezvényünk meghívottjai polgármesterek, jelölteket, polgármesterek, jelölt asszonyt és polgármesterek jelölteket. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Nem lehet is otthon vagytok? Én előzősen egy pár levezető felvezető mondatot mondani, aztán átadom meg a meghívott vendégeknek a szót. Nyilván néhány szót a vállalkozásokról szólnék. Én úgy gondolom, hogy a Barcsi vállalkozások az elmúlt 15-20 évet azt kudarcok sorozataiként élték meg zömében. Lehet, hogy az országban máshogy sem volt, de én úgy gondolom, hogy itt mindenképpen. És azt is én úgy gondolom, hogy többségük, a vállalkozók többsége a város mostoha gyerekeiként élte meg ezt a 15-20 évet, főleg az elmúlt 10 évet. Elsősorban tőke forráshiány miatt, másrészt romboló piaci körülmények közepette, illetve csökkenő bérjövedelmek és profitjövedelmek jellemezték ezt az időszakot, legalábbis ebben a térségben. A Vállalkozó Egyesületről két megjegyzésem van. Ez mellett, hogy ilyen rossz viszonyok voltak, nem el kellett viselnünk, és nem igazán kialakult egy olyan városi fejlődési szemlélet, ami szerint a van közöttünk, ugye a vidéki, de azért nagyon részt barcsiak vagyunk. Messziről vállalkozó az igazi jó vállalkozó. Tehát igazából ők tudtak közbeszerzési tendereket nyerni, ők tudtak tulajdonképpen támogatási forrásokhoz hozzájutni, és gyakorlatilag ők kaptak segítőkezet elsősorban a város vezetése részéről. A Vállalkozó Egyesülettel kapcsolatban nem volt jó hallani azt sem ilyen körülmények között, hogy amilyen megalapozatlan kritikák értek minket. A politika mindegyik oldaláról tulajdonképpen, egyik oldalról hallottunk olyat, hogy a Vállalkozó Egyesület ez a gazdag vállalkozók úrika szinója. Hát akik tagjai vagyunk, ennek tudjuk, hogy ez nem így van. Olyan így, de egyelőre még nem tartunk a csörnös. A másik oldalról kaptunk olyat, hogy a polgármester tulajdonképpen bedarálta ezt az egyesületet, és teljes egészében a befolyás alá vonta. Hát én úgy gondolom, hogy ez sem volt igaz. Mondjuk ezzel kapcsolatban annyit, hogy a polgármester évente egyszer szoktuk meghívni, ez az év az kimaradt ebből a sorból, elsősorban a választások miatt. Ezeken a rendezvényeken elég komoly kérdéseket szoktunk feltenni irányába, ahol ő tulajdonképpen az ő stílusában nyilván elmesélte, hogy milyen nagy ütemben fejlődik a város, miért nem lehet szerintem objektív okok miatt közbeszerzést úgy kiírni, hogy Barcsi vállalkozás ezen nyerni tudjon, vagy pedig éppen aktuálisan milyen nagy formátú vállalkozás készül Barcson nagy beruházást végrehajtani. Tehát körülbelül ezek voltak a kommunikáció, és ezen túlmenően én például én, amióta elnök vagyok, az én nagyobb részében nem igen volt volna vele találkozni, igaz, nem is kerestem. Tehát ezt bevezetőről azért úgy gondolom, hogy el kell mondani, mivel a Vállalkozó Egyesület rendezvénye ez, hogy körülbelül ez az alaphelyzet. Én reménykedem abban, hogy ezek a felvetések, vagy ezek a problémák, ezek egy új városvezetés tevékenysége folytán megoldhatók lesznek, és kezelhetők lesznek. Rátérve a konkrétan a mai rendezvényünkben, azért hívtuk meg a polgármester jelölteket, elsősorban nem azért, hogy a választási ígéreteket csikarjunk ki belőlük, hanem hogy megtudjuk a következőket. Megtudjuk azt, hogy miként kívánják vezetni ezt a várost a városlakók érdekében, tehát nem valamelyik párt vagy szervezet tagjainak az érdekében, hanem a városlakók érdekei szerint kívánják el, és hogyan akarják ezt megtenni a város érdekében. És hát ami elsősorban minket vállalkozókat érdekel, tulajdonképpen a gazdaság és a vállalkozások területén milyen elképzeléseik vannak,
vagy milyen terveik vannak. Címszavakban azért megemlíteni, hogy mik ezek a területek, amik nyilván érdekelne minket, fejlesztések, beruházások, foglalkoztatás, munkahelyteremtés, vállalkozások támogatása, forrásszerzés támogatása, közbeszerzések, piaci lehetőségek bővítése és a helyi adórendszer. Nyilván lehet ennek sorolni, de úgy gondolom, hogy ez nagyjából az a kör, ami a vállalkozásokat érinti. Igazából én sokkal több mindent nem mondanék, lehet, hogy ezt a végén kellene mondanom, de nekem van kérésem is, meg javaslatom is a leendő, város leendő új polgármestere felé. Az egyik, a kérésem az, hogy működjenek együtt, tehát aki a polgármester lesz a városban, kérjünk, hogy működjenek együtt a vállalkozókkal. Kapjunk lehetőséget arra, hogy megismerhessük előre a gazdasággal kapcsolatos terveket vagy előkeresztéseket, és tudjunk róla véleményt mondani, tehát olyan helyzetben tudjunk kerülni, mi vállalkozók, hogy tudjunk véleményt mondani azokról az döntésekről, ami minket érint. És én ehhez javaslatot is teszek, én azt gondolom, hogy szükség lenne vagy egy gazdasági bizottságra a leendő önkormányzat keretében, vagy pedig akár pénzügyi bizottság, egy albizottságot is el tudom képzelni, de mindenképpen az lenne a kérésünk, hogy egy olyan fórum, és hát ez nyilván egy önkormányzati bizottság lehet, jöjjön létre, ahol ezeket a kérdéseket meg tudjuk tárgyalni. Én nem akarom tovább szaporítani a szót, idétől átadnám majd a vendégeinknek a szót. Technikailag én azt gondolom, hogy durván egy órán van, egy 15-20 percben mindegyik polgármester jelöltet megkérném. Praktikusan úgy is ülnek éppen teljesen véletlenül a névsor szerint. Én azt gondolom, hogy ezzel a igazságosabb sorsolhatnánk is, de azt gondolom, hogy nincsen szükség. És annyit még, hogy állítólag 8 órakor kezdődik itt egy koncert valahol az épület valamelyik részében, itt alul. Tehát lehet, hogy az már akkor... Később tudtam meg. Nincs csak hangolás. Tehát a 8 óra után lehet, hogy akkor már egy kicsit. És akkor, hogyha minden polgármester előtt, ha az így megfelelő, elmondja azt, ami azokra a felvetésekre esetleg, vagy egyáltalán ami a programjával kapcsolatos, azt követően nyilván kérdések és akkor válaszok, hogyha eljut megfelelő. Jó, köszönöm szépen, és akkor átadnám sorban Karoly Csotó polgármesternek, hogy képviselőknek a szót. Szerintem maradt a szót. Nem, ha megengedik egy találba, ebből szeretek nem arra beszélni, mert ugye ebben több mindent van. Talán visszatérve arra, hogy hogyan alakult meg ezzel a vállalkozó egyesület ennek az alakításával elég részletben, tehát hogy mondjam, úgy gondoltam, hogy erre a városra szükség van, talán egy többen meg tudják erősíteni, az volt a véleményemben egyrészt képviselő, úgy elmondott itt az elnök úr, ugye, mert úgy gondolom, hogy egy ilyen egyesületnek teljesen civilnek, teljesen gazdasági szféra, és teljesen vállalkozó személyletileg kell lenni, mert nem az lenne a lényeg, ami még később sajnos én is ezt mondtam alakult, hogy eléggé befolyásolt véleménye volt, tehát nem volt elég hangsúlyos az a vélemény, amit a város vezetésével, a város vezetőjével szemben ki kellett volna hangsúlyozni, mert úgy gondolom, hogy ebben a városban, amit elmondtál, azok valós problémák. Az, hogy nem olyan volt a leosztása, a város lehetőségének, a város gazdasági élete felett, tehát az itt lévő gazdasági vállalkozók felett. De ezek mind valósak, most is azt kérem, teljesen mindegy, ki lesz itt a város lehetés és ki fogja vezetni. Ez a társaság, ez maradjon együtt, sokkal súlyosabb, sokkal határozottabb véleménnyel, mert úgy gondolom, hogy a várost nem lehet a szociális segélyen, a különböző államilag adott foglalkoztatásokba lévő emberekre építeni. Az egy szociális dolog, azt meg kell csinálnunk az emberek érdekében. Egy városnak a napját, a mai napját, a holnapit, meg a holnap után csak egy vállalkozói rétegre, egy polgári, megerősödött polgári rétegre, amelyben természetesen beletartoznak a vállalkozók, és ahol lehet építeni. Úgy gondolom, hogy az a város, amelyik a saját gazdasági rétegét, tehát egy normális pénzügyi háttérrel lévő csoportot nem épít ki, és ebben nem teszi bele azokat a lehetőségeket, ami neki van, hanem kiviszi másfelé a városhatárokon kívül, vagy járáson, vagy kis térségen kívül, azon nagyon nagy hibát követte. Mi ezt elkövettük. Ez a város ezt elkövette, ebben a pillanatban az itt lévő vállalkozóknak a gazdasági háttere gyönge. De nem csak ez a város követte, sok város követte el. Ugye pontosan ezért hozta a kormány ezt a szabályt, amit elfogadtunk már, ugye a törvény, hogy a
ez a réteg kialakulhasson, ennek volt több akadály, de csak az egyiket mondom, amelyik szerintem fő akadály, hogy az illeték, az öröklés és egyéb dolgok, azok folyamatosan minden generációt, ahogy váltott, leépítették. Na most ezért egyenisági öröklésnél nincs semmiféle illeték, akár cég, akár magán vagyok, akár más. Ennek megvan az oka, azért, hogy kialakuljon az a gazdag, vagyonos polgári réteg, és ki kell mondani, hogy bizony szükség van egy gazdag, vagyonos polgári rétegre, amelyik a városban meghatározó, amelyik a városban véleményt mond, amelyik ebben a városban tud adót fizetni, és hogyha a város bajban van, akkor azt a segítséget, amit a város neki ad, az vissza tudja adni. Tehát ez az alapja az egésznek, ugye, és akkor mindjárt könnyebb ezt mindent megoldani. Visszamenőleg lehet mutatni, különösebben, mivel az idő is kevés, teljesen fölösleges, hogy itt jó volt az elosztás, vagy nem, ezt az itt ülő vállalkozók, a harcson dolgozók, azok ítéljék meg, én úgy gondolom, hogy minden vállalkozó saját szemszögéből, a saját szegmensében, vállalkozási szegmensében ezt meg tudja ítélni. Én úgy ítélem meg, hogy hát a városban 14 milliárd forintot ruháztunk be, amit Pantep Monika mondott, hogy a polgármester úrral együtt, akkor ennek az a része, ami a városban maradhatott volna, azt én nem találom. Legalábbis itt a vállalkozóknak nem találom meg azt a pénzt, amelyiknek itt kellett volna lenni. Ezt úgy felejtsük el. És nem is akarok foglalkozni a múltra, mert nincs értelme. A jövőben egyértelmű, az én véleményem az, és mivel a vállalkozói fórum vagyok, nem kívánok politikai dolgokkal foglalkozni, az a véleményem, hogy a város lehetőségeit, amit a város meg tud szerezni, ezek akár pályázatok, akár mások, azt a városban élő, a városban tevékenykedő és itt adott fizetőt vállalkozásoknak kell adni. Mert ugye ennélkül ezek a vállalkozások csak ott maradnának, ahol most vannak. Nem tudnak közbeszerzésen indulni, mert nem volt ilyen megmondásuk, nem kapja a bevételük egészét. És arra is hajlandónak kell lenni a városnak, hogy akár megmondson egy termináldást, akár több lépcsőbe csinálja meg. És gondolkodjon azon, hogyha valamit épít, hogy a városnak egyetlen szüksége van rá. Az itt élő embereknek, elsősorban az itt élő embereknek termelőnek szüksége van rá. Ugye ez egy, csak egy példát mondok, ugye Svájcban nagyon egyszerűen eldöntik, van egy ugyanilyen gazdasági társaság, mondjuk mindegy, hogy vállalkozói fórumnak nevezem vállalkozói társaságnak. Tehát van egy olyan gazdasági grémium, amelyik valóban a településen eldönti azt, hogy egy pályázat kell le ide, van-e rá kapacitásunk, ugye, hogyha mind a kettő megvan, akkor kell. Ugye, hogyha mi nem tudjuk kivitelezni, és nincs az, amit foglalkozunk, újonnan le kell hozni. Hogyha úgy gondolják, hogy nem kell, akkor nem fogják. Ha nem tudják kivitelezni, akkor megnézik, hogy van-e a kistérségben, vagy a járásban olyan vállalkozásunk, hangsúlyozom, amelyik ezt meg tudja csinálni. Ha ott sincs, akkor megnézik a megyébe, és hogyha ott sincs, akkor a következő kérdés az, hogy kell-e ez nekünk. Ugye a városnak. Kell-e ez a városnak, mert az már olyan távolra esik, és olyan embereket hoz helyzetbe, vagy hagyja ott a hasznot, amelyikre nem biztos, hogy ennek a városnak van szüksége, hanem valahol máskor. El jó példa a balcsi beruházások. Az, hogy itt tulajdonképpen balcsi vállalkozó ezeknek a beruházásoknak gyakorlatilag a közelébe nem került, legalábbis fontosan nagy mértékben komolyan a közelébe se került. Most az utóbbiakban alvállalkozóként az utolsó intézményi megvállalást kaptak a kis konvenciát. A többinél nem, de még most is a meghatározók, a városon kívül elég messziről jövő, ezek általában Budapest környéki vállalkozások, amelyiknek tulajdonképpen nincs kivitelező kapacitása, nincs semmi, van egy bankgarancia, egy oktatáskája, és így pályázik, és utána az itt lévő vállalkozókat vagy kifizeti, vagy nem. Úgy, ahogy ez el is volt. Vagy akkor időben, vagy később, na ezeket kellene elcsinálni. Országosan azt mondom, hogy, és most kormány programjából próbálok mondani pár mondatot, az érdekeknek a sorsor besorolására a magyar érdekek fontosak. Felejtsük el azt, hogy itt külföldiek, egyéb nagy cégek mekkorát tudnak használni. Erre a legjobb a bankszféra, nem akarok belemenni, mindenki érzi, hogy mennyire kopasztotta meg a bank, vagy mennyire nem kopasztotta meg a bank, amikor neki hitelt kell felvenni, és milyen feltételeket támasztani. Tehát először a magyar érdekbesorolása, ezen belül pedig a magyar emberek érdekelnek fontosan. Ez városon belül is azt mondja, hogy a balcsi, lemondta balcsa, a balcsi, balcs kérdéki, tehát a kis térségben, balcsi és a kis térségben élő emberek érdeke a legfontosabb. Ehhez kell, ennek kell alárendelni minden. Ha ezt nem csináljuk meg, akkor úgy járunk, mint most vagyunk. Lehet, hogy lesz burkolt járvánk, amelyik színe szép, de rohadt rossz dolog egy ilyen
szép város központban üres zsebbe sétálni, és azt mondani, hogy nekem ebből nem jut semmi. Még a munka sem jutott, aki amiért megcsinálták azt, hanem valaki más tett el, még az én is a pénz. Tehát arra az időre sem voltam foglalkoztatva. Az, hogy itt mindenféle szociális programokban foglalkoztatunk ember, és mindenféle szociális programokban mentünk ki olyan állásokat, amit az államnak állítólag le kellett volna finanszírozni, de mivel nem finanszírozta, ezért rá van kényszerít a város, ezt is el kellene felejteni. Ez itt a következő, de ugye a kormányprogram szerint azt mondom, hogy a béreket, tehát az oktatást, mivel ez a legnagyobb falat most tartson, és ez is azért nagy falat, mert akik itt ülnek, azok nem elég erősek, hogy elég adót fizessenek, ugye. Ezt a részét az állam át fogja vállalni, de valószínűleg a béreket teljes egészében az állam fogja finanszírozni, és államfelügyelet alá, állami irányítás alá kerül az oktatás. Ez Balcsó nagyon sokat jelent, mert ez Balcsó havonta durván, ha csak a dologihoz kell hozzájárulnunk, vagy a dologinak egy részét fizetni, akkor ez durván 20-25 millió forint megtakarítás jelent havonta. Ugye eddig az volt a helyzet, hogy a 30-35 millió forint közötti összeggel teljes adóbevételünket kiadtuk közösségesen. Tehát amit itt ti ennek befizettek, azt mind adottuk intézményi működtetéshez, mert másképp nem működött a dolog. Tehát ebből adódott egy olyan helyzet, amelyben most kerültünk pénzügyileg, ugye, hogy gyakorlatilag a városnak adóssága van, a városnak semmiféle pénze nincs, és azért mondom el, mert itt gondolom mindenki érzi, hogy ugye akár tetszik, akár nem, a pénz mozgatja a várost. Mozgat mindent, nem csak a várost, mindent. Pillanatnyilag abban a helyzetben vagyunk, hogy itt olyan nagy fejlesztéseket városi pénzre nem lehet tervezni. Városi pénzre nem lehet tervezni. Lehet tervezni arra a megmaradt DBRT-re, uniós pénzekre, amit összevonva, átcsoportosítva oda lehet adni a gazdaságnak. Aztán ebben oda kell adni a gazdaságnak. Tehát gazdasági fejlődés nélkül nem lesz munkahelyteremtés. Munkahelyteremtés nélkül nem lesz az embereknek a zsebébe pénz, ugyanúgy sétálhatnak tovább a kockapénzben szépen üresebben, és hogyha az embereknek nincs pénzük, akkor itt semmiféle gazdasági élénkülés nem fog elindulni. Én azt mondom, hogy ez irányba kell elmenni. Balcs városában el kell dönteni, hogy budapesti vállalkozókat támogatunk, azoknak adjuk ki a lehetőséget, hogy bocsánat, nem budapestiek, tehát jóval a területen kívül élő vállalkozóknak, vagy pedig azt mondjuk, hogy a balcsi vállalkozóknak adunk minden olyan lehetőséget, amit a város meg tud szerezni. Akár támogatásban, akár pénzben, akár másban. Meggyőződésem, hogy a lehető legtöbbet, ami a város működtetésére nélkülözhető, ami a város szociális ellátásában nélkülözhető, tehát azon fölüli pénz, az mind a balcsi gazdaságba kell belefektetni. Mert meggyőződésem, hogy önök ti nélkületek, ha nem tudjuk talpra állítani a vállalkozásainkat, akkor ebben a városban nem lesz előrejöttés, csak tolatás. A tolatásban meg aztán elég volt, mert ugye, hogyha megnézzük a rendszerváltás óta a munkahelyek számú kevesebbet, ha leveszem belőle a szociális foglalkoztatást, mint egy ilyen címszó alatt megy ez, én szerintem szociális foglalkoztatás, ezek a 6 hónaposok, 1 évesek, 4 évesek, állami pénzek 95%-os támogatása most utoljára, ugye, hogyha ezeket leveszem, akkor csökkent a munkahelyek száma régesen. Na most így előre menni nem lehet. Így lehet beszélni arról, hogy mennyit hoztunk ide. Meg kellene azt is vizsgálni, hogy ezek a pályázatok, amiket akár Balcsi, akár épp az újságban olvastam, kicsit fel is állítottam rajta, ugye csak egyetlen egy dolgot mondok, ugye 114 millió forint a Boróka Hotelnak a felújítása, a dolgozók, akiket oda betettek, azok felálltak és kimentek, hova tették ezt a pénzt? Merre ment el a pénzt? Tehát úgy nem szabad pénzt adni, hogy utána nem ellenőrizzük le, tehát ilyen nincs. Ezt el kell felejteni. Így nagyon sok pénzt kimentek be a jó pár évben, de az utolsó 8 évben rengeteg. A DDR-t el kell számoltatni, hogy hova tette azt a kétharmadnyi pénzt, amit elköltött állítólag a gazdaságba, mi meg nem találjuk, nem látjuk. Ennek megvan a lehetősége, megvan az, aki erre meg van bízva, majd elszámoltatják, majd megtalálják talán, és amit lehet, vissza kell szedni. Annyi ígéret van kormányzati szinten, és azt mondom a jelölteknek is, hogy a megtalálható, föl lehető, visszaszerezhető, és amíg meglévő egyharmad uniós és egyéb forrás, ami az országban van, annak a nagyobbik része fog kerülni azokra a területekre, amiben sajnos mi tartozunk, ez a hátrányos, vagy mondjuk azt, hogy a leghátrányosabb térség, ugye, mert akár tetszik, akár nem, mi vagyunk legmesszebb a nagyvárostól, és mi szívtuk meg legjobban. Ezt most, hogy így mondom, de ide jutott a legkevesebb pénz, azért állom úgy, ahogy a
Csak annyit, hogy azért olyan, és hogy mondjam, ha polgármester veszik bárki, az csak önöket irányított számíthat. Én azt mondom, hogy ha polgármester leszek, akkor elsősorban a vállalkozó rétegre számítok, mert attól várok visszafele támogatást. Ugye egy szociális segélyennél rendeltől meg például erkölcsi támogatást kapok. Tőletek, vagy a Marcsi gazdasági életünkben, mert gyakorlatot is kapok. Vissza kell lépnünk oda, hogy ez a város a miénk, ebben a városban annak a csoportnak, aki itt ül, vagy akik még ezt kibővítve azt mondom, hogy Marcsi vállalkozó, beleszólási jogunknak kell lenni a város életében, eddig nem volt. Ugye én nem akarom mondani, hogy amikor 98-99-ben azt hiszem, amikor azt értem, hogy álljon fel egy gazdasági tanácsadó testület, van itt olyan, aki abba bent ült, ugye körülbelül 3 hónap múlva, onnan mindenki elszivárgott, mert nem véleményt akartak hallani, hanem alátámasztani egyfajta véleményt, amit oda tárolnak elég. Na ez az a városvezetés, amelyiket én nem tudok elfogadni, ez a városvezetés, amelyik nem megy. Ezt a várost, ezt nem egy embernek, nem egy testületnek kell irányítani, ezt a várost az itt élő emberek elsősorban szegmensenként, akár az oktatási szakemberek, akár a gazdasági szakembereknek a véleménye, akár kell irányítani a testületnek. És az ő véleményükre nagyon fontos odafigyelni, mert ez ugyanolyan, én a vállalkozásomból, hogyha műszaki fejlesztés akarok végezni, az lehet, hogy értek hozzá, nem vagyok ott naponta, nem tudom, mi az, ami fontos, és a műhely vezető megkérdezése nélkül egy lépést nem teszek, mert ő van ott az emberek között. Ti vagytok az oktatásban, ti vagytok a vállalkozásban, nektek kell megmondani, hogy ebbe a gazdasági életbe szélálva, a mai helyzetbe, ebbe az időben, mi az, ami most legtisztességesebben megvédheti, akár hosszú távon. Ez sok minden beletartozik. A különböző országos kiírt pályázatok, amelyikbe be kell férni. Természetesen itt dolga van a városnak, a város vezetésének, elsősorban a polgármesternek, mert nem szabad kimérni időt, fáradtságot, hogy oda a Barcsi vállalkozókat bejutass. Nem a várost, a Barcsi vállalkozásokat. Ameddig a vállalkozásoknak nem lesz pénze, ameddig nem alakul ki az a réteg, amit mi nagyon szeretnénk, ha kialakulna, addig nem lesznek gazdag városai. És nem tudunk elérni dolgokat. Ezen kívül van még egy nagy probléma, és ezt itt a vállalkozók felsorolnak. Ebben a városban én azt veszem észre, hogy a kapunk kívül, a kertkapunk kívül, mindenki úgy gondolja, ez a városi. De ki a város, hogyha nem mi vagyunk, ugye? Ebből csak annyit mondok, ugye, hogy mindenki rendbe tartja az udvarát, a legtöbb ember szépen lenyírja, ki pucoljon, még a járva köztük is hüvet is, aztán a kapunk kívül, hogy mi van, az nem érdek. Tehát a fejekben is rendet kell csinálni, el kell hitetni az emberekkel, hogy a te véleményed bele fog épülni abba a programba, amit ebben a városban csinálnak, nem úgy, hogy megkérdezik, aztán nem érdekes, nem úgy kell egy testületet irányítani, hogy azt mondjuk, hogy van más vélemény, akkor azt hallgassuk meg, és mikor lemennek, akkor azt mondják, hogy igen, ide is akartunk valamit csinálni, de ne foglalkozzatok, majd máskor lesz, és csak azt csináljátok meg, és ez kiderül mondjuk 2 hónap múlva, annál a tervezője, aki ezt úgy szépen el is mondja az emberek. Tehát ezt a fajta dolgot nem. Az embereket, a szakmákat, mindenkit bevonva, lehet csak a városinak. Lehet, hogy ez macerása, lehet, hogy egy picit tovább tart, lehet, hogy többet kell ezért dolgozni, de úgy gondolom, akkor lesz a fejedelem, akkor lesz az, hogy a kiskapun kívül le fogja nyírni a füvet, mert úgy érzi, hogy ez a város az övé. Beleszólhat a döntésekbe, beleszólhat a dolgokba, amit itt csinálnak, és az ő véleménye adnak meg. Ha ezt nem tudjuk elérni, akkor még a gazdaságilag, hogyha előrépítünk, akkor sem tudunk elérni egy tapottat se, mert tulajdonosi érzés nélkül nincs saját város. Köszönöm szépen minden kérdésen, nagyon szívesen válaszolok, mert be vagyunk határolva, és túl is léptem, nagyjából próbáltam tartani, ennyit tartani. Köszönöm szépen minden kérdésen, nagyon szívesen válaszolok, hogyha szól ez az emeljétben, akkor is. Azt én nem mondtam, hogy nem kérdeztem, hogy hogy csináljuk. Minden egyes felszólás után legyen egy kérdés, azt gondolom, hogy jó, hogyha minden előtt mondja a magáit, jó, és akkor a végén kérdezünk. Akkor átadnám a szót Szemedem Ántának. Szép estét kívánok, először is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Másodszor vagyok a vendége ennek az egyesületnek. Örömmel jöttem. Mielőtt elkezdeném a mondókámat, egy viccel indítanék. Amikor bejöttem, már az előtérben látom, hogy rengeteg a férfi. Aztán itt megmentetted a nők becsületét. Nem vagyok egyedül, de eljutott az eszembe, hogyha
egy férfi belép egy szobába, annyira férfi, amennyire a bent lévő nő nő. Én amikor beléptem ebbe a szobába, annyira vagyok nő, amennyire az itt lévő férfiak férfiak. Hát én szeretnék egyet udvarolni, most nagyon nőnek érzem magam. Ezek után engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Szemre Mártának hívnak, 52 éves vagyok, aki Barcsi, tudja, itt születtem, paraszti családból származom, édesapám mezőgazdász volt, állatokat tartott, édesanyám tanítónő szeretett volna lenni, de szegények voltak, nem sikerült neki, fizikai munkát végzett egész életében. Ketten voltunk testvérek, vagyunk és mindketten tanultunk. Először elvégeztem egy pedagógiai diplomát, majd újra egy tanári diplomát. Az Műszaki Egyetemen egy menedzser végzettségem van, és végeztem a bölcsészen szociológusként. 12 éve vagyok a Városi Képviselőtestület tagja, 17 éve vezetem a Barcsi Szivárvány Gyógypedagógiai Központot, előtte voltam vezető, úgyhogy összesen 23 éves vezetői gyakorlattal rendelkezem. Nem vagyok arra büszke, hogy 12 évig a Barcsi Képviselőtestület tagjaként tehetem ezért a városért, mert rengeteg a probléma, és nem tudom azt mondani, hogy lám-lám letettem a névjegyem. Megértettem én azt, hogy itt fölvetődtek kérdések, amire illene válaszolni. Én mégis azzal kezdeném, hogy miért is nő létemre, szakmám, szerető létemre, miért is gondoltam azt, hogy elindulok és megpróbálom a polgármesteri jelöltséget. Hát az egyik ok pontosan ebben rejlik, hogy úgy érzem, hogy valahogy egészen másként kellene ezt a várost vezetni, mint ahogy eddig ez történt. Itt már hallottam utalásokat rá, hogy eléggé autokratikus, egyszemélyes vezetési stílussal történt ez. Igen, valóban. Ebben volt, aki beállt a sorba, volt, aki kevésbé, és volt, aki nem. Minden esetre azt gondolom, hogy az, hogy most a Fejgi Ferenc polgármester úr nyugdíjba megy, 23 év után le kell zárni egy fejezetet. Nem kritizálni szeretnék, és nem is szeretnék azzal élni, hogy én bárkinek a munkásságát kritizáljam, eszembe sincs. Mielőtt rátérnék arra, hogy mégis mit, meg hogyan szeretnék, azért azt elmondanám, hogy mindenféleképpen az együtt gondolkodásra és az összefogásra helyezném a hangsúlyt. Rendszerváltás előtt egyáltalán nem volt lehetősége a magyar társadalomnak arra, hogy ilyen típusú civil egyesületeket hozzon létre. Nem volt rá lehetőség az akkori társadalmi berendezkedés miatt. Most eltelt 20 év, és most is azt gondolom, hogy a civil egyesületek még mindig gyerekcipőbe járnak, mert nem tudják kiharcolni, kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyek egyébként a civilekbe rejlenek. Itt van például ez az egyesület, szeretne, tenni akarna, másként gondolja, másként akarja, és mégis nem találja meg azokat a platformokat, azokat a lehetőségeket, azokat a fórumokat, vagy nem találja meg azokat a politikusokat, nem találja meg azokat az embereket, akik a segítségükre lennének. Nagyon nagy felelősség ez. Talán most lehetőség van erre is, hogy kihasználjuk a civilekben rejlő erőt. Egy Horácius idézettel indítanék, ami a következő, ha megosztjuk jól, a teher majd nem töri hátunk. Nagyon nagy igazság van ebben, még időszámítás előtti gondolatot idéztem most, valóban erről van szó, össze kell fogni. Ha Otto lesz a polgármester, akkor vele. Ha Károly lesz a polgármester, akkor vele. A civilekkel, és hát persze a pártokkal is, meg persze a jelenlévő kormánnyal is, de én a következőket gondolom. Hozhatnak a pártok és a kormányok különböző jogszabályokat. Ezekhez a jogszabályokhoz nekünk, polgároknak alkalmazkodni kell. Hiszen jogszabálytisztelő emberek vagyunk, ezeket áthágni nem tudjuk. Mit tehetünk? Hát tudunk alulról építkezni, tudunk gondolkodni, ki tudjuk találni helyben, hogy kinek mi a jó, kinek kis vállalkozása van, kinek nagy vállalkozása van,
kinek oktatási intézmény vezetői feladata van. Szeretném kérni a jelenlévőket. Mondják el, hogy kinek mi az a konkrét gondja, problémája, amiben segítséget kér. Én jól tudom, hiszen nagyon sokakkal személyesen is beszélgettem, hogy nagyon-nagyon sok a probléma. Itt Otto már említette azt, hogy vidéki vállalkozások jönnek, a közbeszerzés problémája, hogy nem kapott a helyi vállalkozó, nem segítséget nem kapott, mostoha gyerekként volt kezelve. Valóban ez az igazság. Hogyan lehetne ezt másképp tenni? Hogyan lehetne azt megtenni, hogy például a vállalkozó egyesülete hozná azokat az ötleteket, azokat az alternatívákat, ami mellé a város felsorakozik, és azt mondja, hogy fogjunk össze, és ha nektek, vállalkozóknak, kis-középső nagyvállalkozóknak ezek az igényeitek, akkor mi mellé tesszük a piac lehetőséget. Egy önkormányzat nem tudja azt megtenni, hogy ide telepít egy vállalkozást, de lobbizni tud azért, hogy ide jöjjön. Nem tudja azt megtenni, hogy most több portékát adjon el egy kis vállalkozó, vagy több szandát foltozzon meg egy Schuster, de azt igenis fel tudja mérni, fel tudná mérni, fel kell, hogy mérje. Hány olyan cipő van, amit be kéne foltozni, és hány olyan ember van most Barcson, szakember, aki képes cipőt foltozni. Egyáltalán át kellene gondolni a szakképzés problémáját. Írtó nagy gond szerintem itt a városban az, hogy vannak nagyon jó preferált cégek, és nem tudnak mesterszakembert alkalmazni. Hát miért nem toljuk alájuk az oktatást? Szociológusként gondolom azt, hogy az első számú feladat a következő városvezetésnek az, hogy diagnosztizáljon. Olyan átvilágítást, olyan felmérést kell ebben a városban végezni, igenis tudnia kell a városvezetésnek, mennyi a munkanélküli, a valós munkanélküli, nem a regisztrált, mennyi olyan ember van, akinek szakmája van, de nem tud elhelyezkedni, mennyi olyan ember van, akinek diplomája van, de nem tud elhelyezkedni, melyik vállalkozónak milyen szakemberre van szüksége, betanított munkásra, vagy informatikusra, vagy egyetemi végzettségre, és össze kell a kettőt hozni. Igenis az önkormányzatnak az lenne a feladata, és az kell legyen a feladata, hogy nem csak a vállalkozói egyesülettel, de mindegyik egyesülettel, a környezetvédőkkel, az állatvédőkkel, az egészségügyel kapcsolatos, vagy a sportegyesületekkel, vagy most hirtelen rádnéztem a kulturális értékek, a néptánc. Ezt mind-mind össze kellene rendezni, és egymással összefogva egymásért tenni. Nem szerencsés az, hogy elbeszél egymás mellett egy drávát szerető és oda beinvestáló vállalkozó az önkormányzat vezetőjével. Az oktatást, a kultúrát, a sportot, a vállalkozást és a politikát igenis össze kell fésülni. Aki nem együtt gondolkodáson gondolkodik, aki nem az összefogáson gondolkodik, aki nem azon gondolkodik, hogy a barcsi ember értékét, mert azért gondoljuk végig, itt mennyi érték ül, itt mennyi értékes ember van, aki bocsánatot kérek a hasonlatért, de lehet, hogy eddig beverte kalapáccsal a betonban, és nem tudta érvényesíteni azokat az emberi értékeit, amelyek nagyon fontosak. És higgyék el, nagyon őszintén mondom, hogy ez nem politikai hovatartozás, és nem egyházi hovatartozás, nem kérdése, hanem az érték, az emberi érték kérdése. Mit tudok én felajánlani? Hát persze, hogy nem fogok ígérgetni a kampányban. Azt gondolom, nagy felelőtlenség manapság ígérgetni. Viszont fel tudom ajánlani például a munkahely megtartás kapcsán azt a gyakorlatot, amit elvégeztem az elmúlt időszakban, hogy amikor igazgató lettem, 23-an dolgoztunk, most 70 ember munkáltatója vagyok. Fel tudom ajánlani azt a szakmaiságot, amit végigcsináltam, végig tanultam az életemet, de nem úgy, hogy könyvmoly voltam, hanem úgy, hogy ezt a gyakorlatban alkalmaztam is. Amikor 8 évvel ezelőtt bekerültem a képviselőtestületbe, és megbíztak azzal, hogy egészségügyi és
szociális bizottság elnök legyek, akkor én beiratkoztam az egyetemre szociológia szakra, mert úgy gondoltam, hogy nem lehet elvégezni egy ilyen feladatot megfelelő képzettség nélkül. Én azt gondolom, hogy azt a fajta tulajdonságot is érdemes felvetnem, hogy nőként rugalmasan, talán ölelő szeretettel másként is lehet vezetni, másként is lehet az emberi értékeket felszínre hozni, másként is lehet kiaknázni, mint esetleg, ahogy beszéltünk az elmúlt 20 vagy 23 évről. Én nagyon tisztelem azokat az ellenfeleimet, azokat a társaimat, akik hasonlóképpen megmérettetik magukat, és minden tiszteletem azoké, akik itt ülnek mellettem. Ellenben, ha már úgy döntöttem, hogy elindulok, akkor el szeretném mondani itt ebben a körben is, hogy nagyon nagy elhivatottsággal, felkészültséggel a barcsi emberekért szeretném ezt a feladatot ellátni úgy, hogy minden emberi értéket felszínre hozva, minden emberi értéket megmozgatva ezért a városért tenni. Én nem azt gondolom, hogy minden állampolgár a kerítésen belül rendet rak. Én azt gondolom, hogy nagyon sok állampolgár ma már pszichésen annyira beteg, hogy már kerítésen belül se rak rendet. Rengeteg az elhanyagolt porta, rengeteg a pszichiátriai beteg, rengeteg az az elkeseredett ember a városban, akitől tele van az STK. Meg lehet nézni az STK-ba, 3-4-szeresére emelkedett azoknak az embereknek a száma, akik teljesen el vannak keseredve, 30%-os munkanélküliség. Iszonyú magas. Tehát én azt tudom kínálni, hogy egy olyan átvilágítást, egy olyan diagnózist felállítani elsősorban a városban, amelyből ki lehet indulni, amelyre lehet építkezni. Ez az első. Második az összefogás. A harmadik pedig elhangzott itt számok, és mindenki olvas újságot, hogy mennyi pénz került ide a városba. Kérem szépen, a harmadik prioritás a hatékonyság. Ha mi nem érezzük, hogy ennyi milliárd ide jött, akkor ott nagy baj van. Akkor meg kell változtatni a módját, meg kell változtatni az elosztását, meg kell változtatni azt a fajta módszert vagy eszköztárat, amivel mi ezt nem érezzük itt élő emberek, hogy nem hatékony ez a pénz. Lehet, hogy van elterülőutunk, lehet, hogy van strandunk, nagyon szép, nagyon jó, de ugyanakkor az emberek folyamatosan szegényednek el. Én sem értek egyet a közmunkaprogrammal, én sem értek egyet a mindenféle támogatással, viszont azzal igen, hogy ezeknek az embereknek segítő kezet kell nyújtani. Ugye a nagy kérdés az, hogy hogyan. Például én annak nagyon örülök, hogy a kormány azt az intézkedést meghozza, ha majd meghozza, hogy az önkormányzatotak mentesíti az oktatásban, illetve a közalkalmazotti bérek kifizetésében. Ez egy nagyszerű dolog. Ha ezt kiszámítjuk, már fellélegezhetünk, mert megmarad a város büdzséjébe egy csomó forint. De azt is ki kellene találni, hogy ha ez nem történik meg, akkor hogyan fenntartható ez a város? Tehát én azt gondolom, hogy először diagnosztizálni, összefogni, okosan ötletelni, és feltétlenül a hatékonyságra fordítani azokat a fajta elképzeléseket, amik a továbbiakban ezt a város működtethet. Elolvastam azt a paktumot, amiről beszéltünk, és volt egy rendezvény is a városban, amikor hallhattuk, még köszöntök is mondtál Otto, hallhattuk azt, hogy egy felmérés történt a kistérségben, munkahely, vállalkozások egyéb kapcsán. Ott is az a problémám, hogy de hogyan? Tehát én nem látom semmilyen projektben, semmilyen előterjesztésben, semmilyen anyagban azt, hogy hogyan tesszük mindezt. Hát én ebben szeretnék segítséget nyújtani szakemberekkel, közgazdászokkal, mérnökemberekkel, jogászokkal, hozzáértő oktatási szakemberekkel felrázni ezt a várost. Kérem szépen, azzal kezdtem, hogy kritikus vagyok. Igen, az vagyok. Hogy működött az elmúlt 4 évben a városban például a pénzügyi bizottság? Nem volt benne pénzügyi szakember. Hogy működött a jogi bizottság? Nem volt benne jogász. Elgondolkodtató.
nem feltétlenül pártpolitikai szempontból, hanem emberi oldalról, szakmaiságból tudom elképzelni, hogy ezt a várost vezessük. Én ezt tudom felajánlani, és nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen. Akkor folytassuk, tervére Várai Károlyban. És köszönöm a meghívást, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Egyrészt én vagyok a legnehezebb helyzetben, egyrészt a legkönnyebb helyzetben. Ugyanis engem ismernek a legkevésbé, holott talán a legjobban kellene, hogy ismerni. Ez majd, hogyha ismerkedem röviden az életutamat, akkor kiderül. Viszont nekem nem kell senkitől se elnézést kérni, hiszen 83-ban pontosan azért kerültem el Barcsról, mert már azon hibákat, amit eltövetett az önkormányzat, már akkor láttam, és tulajdonképpen egy hatalmas nyomásra kerültem el Barcsról, amit egyébként nem bánok, mert úgy, mint az inas, akit elment önként, engem elüldöztek, de úgy érzem, hogy mesterként értem vissza. Kérem szépen, egyedül én vagyok, aki fölmertem vállalni mind a három indulóim között, két hete már kiadtam a programot. Tehát én programot adtam ki, hogy legyen mit számon kérni. De mielőtt a programomat ismertetném, azért röviden ismertetem az életutamat. 1949. március 1-én születtem Barcson, általános iskolájukat itt végeztem, két év gimnázium után kerültem Budapestre, ahol először gyógyszergyártó szakmunkás bizonyítványt szereztem, majd ugyanott érettségiztem, ezt természetesen csak a fülnézettségeire emelem ki, majd ugyanott érettségiztem, ezt követően Pécsett vegyésztechnikusi oklevelet szereztem, majd Egerbe gépésztechnikusi oklevelet szereztem, ezt követően Budapesten középiskolai műszaki oktatói végzettséget szereztem, Egerbe kémia szakos tanári diplomát szereztem, Egerbe kamarás kereskedelmi menedzseri végzettséget szereztem, majd egy-két kiemelt tanfolyami végzettségemet is azért megemlítenék, tankönyv szakértői tanfolyami végzettségem van, Angliában volt kollégám, most szoktam róla sokat beszélni, Angliában vettem részt egy hónapos marketing projektű továbbképzésen, amely egy hatalmas lehetőséget biztosított abban, hogy új szemléletmódot alakítsak ki. Tehát a főiskolai végzettségeim ezek lennének. Itt emelném ki, hogy ezzel együtt tanítottam kémiát, kémiatechnológiát, munkavédelmet, géptant, kereskedelmi vállalkozási ismereteket és még rengeteg más. Tehát rálátásom van rengeteg területre. A munkahelyi életutamat is röviden elmondanám, hogy lássuk azt, hogy tulajdonképpen mennyi minden van az, amit át kellett élni, ami kialakította bennem azt az empátia készséget, beleélő képességet, hogy a legelesettebb embertől a leggazdagabb emberig bele tudja magamat élni. Miután elvégeztem az iskolát, Barcson a fűrészüzemben dolgoztam segédmunkásként, majd Németországban, 3 évig dolgoztam Bitterfeldi elektrokémiai kombinátban szakmai gyakorlaton. Ezt követően Barcsra kerültem szakoktatónak, ahol tulajdonképpen a barcsi kemikálos oktatást írván bízták, laboratóriumot is élétesítettem Belcsába, mivel nem készült el a kemikálba. A kemikálosoknak az oktatását, laboratóriumi gyakorlatot szakmai elméleti képzésében vettem részt. Majd ezt követően a Barcsi MGTS műanyagüzemének voltam vezetője 6 évig, ahol szinte országra szóló eredményeket értem el. 3 milliós üzemből 50 milliós üzemet csináltam beruházás nélkül, majd az akkori Barcsi vezetési szemléletével nem tudtam egyetérteni, ezért olyan összetűzésbe kerültem velük, hogy szinte Barcsról ugye én eltávoztam önkéntesen. A Budapesti Fővárosi Műanyagipari Vállalat egyes számú telepének lettem a vezetője, mely akkor a gyár, mint a Barcsi Kemikál, az vezettem rendkívül eredményesen. Majd az akkori privatizációs lehetőségeket hát nem én kaptam meg, így egy kis ideig munkanélküli voltam, majd ahol mellékállásba tanítottam Budapesten a
dolgozók kereskedelmi szakközépiskolájával, és ezzel együtt párhuzamosan, mellékállásként Békás Fegyered a Varga István szakközépiskolában tanítottam szinte reggeltől estig, és tulajdonképpen egy műtét kapcsán kerültem vissza Barcsra, ahonnét itt mi akkor megfelelő állást nem kaptam, Szigetvárra kerültem, és tulajdonképpen onnan mentem nyugdíjba, ahol 10 évet tanítottam. Nem öndicséretként mondom el, minden magyar iskola büszke lenne arra a 10 évre, amit én Szigetváron eltöltöttem, utána lehet nézni, hogy elmondom. Minden évben a tudományos diákkörömmel országos első, második, harmadik helyezéseket értünk el, sőt, tanulóim kiemelt nagydíjasok is lettek bizonyos kutatási területekben. Még azt is el kell mondanom, hogy rendkívül nagy tapasztalatot szereztem, mert ez is hozzátartozik bizonyos teendőt, ez egy polgármesternek, én 2 évig voltam katona, vadászati hadműveleti rakétás. Nyelvismeretem német, sajnos elég sokat szerettem, de társadalmási szinten gondolkodás nélkül folyékonyan beszélek, majd ezt a program ismertetném, én még egyszer visszatérek. Tehát rövidesen ez lenne az az életutam, ami felhatalmazott engem arra, azzal a barcsi lakossági felkérésre, ami 200 emberből áll indulásként, hogy induljak el polgármesternek, mert úgy látják, hogy mérható változásokat kell végrehajtani, olyan emberre van szükség, aki az előtte lévő szavazógépezetnek nem volt tagja. Tehát én tisztán indulok. Kérem szépen. Amikor leültem, és elgondolkodtam megfogalmazni a programomat, a legelső mondaton leírtam 2000 szép szó programlapon, új Barcs. Ez azt jelenti, hogy kérem, ahogy idáig is elmondták, teljesen új alapokra kell helyezni Barcsot. Hogy mit jelent ez az új alapokra való helyezés? És itt majd a vállalkozások, tanulás ebbe a témakörbe kerülve. Kérem szépen. Ami majd természetesen utána lehet kérdezni. Amikor én megfogalmazom azt, hogy teljes foglalkoztatottság, oktatás és szórakozás, ez a hármas célkitűzés legyen, és külön-külön, természetesen most nem akarom mind a hármat elmondani, mert mind a három külön-külön hosszabb időt venne igénybe. De ez a három, ami meg kellene, hogy alapozza. Barcs jövőjét. Teljes foglalkoztatás az oktatás és a szórakozás területén belül megint egy hármas csoportot alakítottam ki, amely a következő tükrözi. Az önkormányzat, az oktatás és a vállalkozások harmóniájának a megteremtése. Amikor említettem, hogy Angliában voltam továbbképzésen, kérem, ott mutatták be, természetesen az csak részben lehet a megfelelő viszonyokra adaptálni, de nyilvánvaló, hogy az alapgondolatokat onnan vettem, hogy mit jelent az, hogy hogyan dolgozik együtt a város vezetése, az oktatás, a polgármesteri hivatal és a vállalkozások. Tehát én ebben benne voltam, bemutattam. Tehát ezt azért mondom el, tehát nem a leveszem a saját gondolataimat is, nyilvánvaló, hogy azokkal kibővítve kerülök felszínre az adott. Na már most. Teljes foglalkoztam. Teljes foglalkoztatottság, ez azt jelenti, az én olvasatomban ezen majd lehet vitatkozni, a barcsi lakosságot jövedelemhez, pénzhez kell juttatni, és azt a léha életmódot, amit rá kényszerített az eddigi kormány az emberekre, és a jelenleg is nagyon akar változtatni, ezen valamilyen úton módon megoldást kell keresni. Teljes foglalkoztatottság a jelenleg bármilyen úton módon kifizetett pénzeknek az átcsoportosítása. Kérem, ez egy hatalmas munka és feladat. Tehát ez azt jelenti röviden az olvasatomban, hogy elindítva Barcsról, hogy ennek milyen egyéb jogi vonzatai vannak, és az országgyűlésnek itt kell ebben lépni. És hogyha ne találtál éleszek a polgármester az önök jóvoltából, akkor Karhavics úrnak majd mennyit kell ezért futkosni és tenni, mert az ő feladata lesz, hogy az országgyűlésre elérje azt,
hogy balcsori változások következzenek be, és az egész országban ez már közös feladat, mint ahogy a tovább minden más közös feladat. Tehát az átcsoportosítás rövide, amit már mások is elkezdtek és alkalmaztak. Egy munka nélkül, értékteremtés nélkül egyetlen egy fillér ne kerüljön kifizetésre. Más a szociálpolitika. Következő, munkahelyek teremtése. A munkahelyek teremtése az legyen az említett vállalkozások pályázatokon keresztül, de az én kimondottan azok nyomatékos programom, amit mindenkivel meg akarok ismertetni, és amit lemertem ide írni, Barcs legyen a barcsiaké, Barcson egyetlen vállalkozás sem valósulhat meg barcsi vállalkozó bevonása nélkül, kivétel az, hogyha valaki engedélyt kap Barcson építkezni, és az önkormányzatnak nincs köze hozzá. Hogyha majd nem, ugye nincs idő ahhoz, hogy mélyebben kifejtse a dolgot. Tehát egyetlen vállalkozás sem indulhat Barcson. Amikor azt mondtam, hogy az önkormányzat, az oktatás és a vállalkozások harmóniájának a megteremtése, amit leírtam, kérem szépen, nincs fölmérve Barcs, és ez a hármas egység azt fejezi ki, hogy tulajdonképpen Barcs mire képes. Tehát egyáltalán nem tudjuk, hogy mire képes. Az újabb programomban leírtam, hogy felhívással fordulok a kollégák felé, hogy teljesen értelmetlen 10 000 kosárfonó szakmunkást kibocsátani, tehát ennek nincs értelme, ez folyik az ország. Tehát nincs értelme, ezeket mind fel kell mérni. Na most. Tovább menve, és azért veszem föl, ha én leszek a polgármester, az önök jó voltából, a lakosság jó voltából, akkor kérem szépen, ez is egy teljesen újdonság, természetesen a jogi kereteit mind megvizsgálva, a polgármester hivatal 2 részre lesz osztva. Az egyik része hagyományosan ellátja az intézeti, polgári lakosság, stb. Feladatait, és kérem szépen a másik fele kimondottan Barcs foglalkoztatottság, teljes foglalkoztatottságnak a megteremtésén kell, hogy dolgozzon. Ezt nehéz így most átgondolni, na most azt is el kell ismerni, hogy egyrészt a polgármesteri hivatal nem feladata munkahelyeket teremteni. De kérem szépen, fölteszem a kérdést. 10 milliós nagyvárosok vannak a világban. Hát Magyarországon 10 millió ember él már lassan annyi sem, mert Budapesten már ugye 10 millió alá csökkent a mutató, amit kitettek. Hát a 10 millió ember nem tud megegyezni. Nem tudja önmaga között azokat a megállapodásokat megtenni, amit meg kell tenni, akkor itt már igen. Mint egy befejezésül, én kérem szépen, nem tárgyalni akarok. Én radikális változásokat akarok, és ezért is tévesztettek össze bizonyos szempontból, hogy a Jobbik jelöltjeként indulok. Én soha nem voltam a Jobbik jelöltje. Már kezdettől fogva, amikor elhatároztam, párton kívüliséget hirdettem meg jelenleg is. Az önmegvalósítás kihangsúlyozásával és az önkormányzatiság kihangsúlyozásával a törvényes keretek között. Kérem szépen, higgyék el, ha nem az önkormányzatiságot helyezzük előtérbe, kihangsúlyozva az önmegvalósítást, és az önmegvalósításból beletartozik kiemelten a vállalkozók, és kiemelten minden barcsi lakos megválasztásom esetén. Nem azt fogja eldönteni, aki idejön az aktatáskával, hogy mi legyen Barcson, Rinaparton tengerpart, Drávaparton hőerőmű, meg egyéb ilyen dolgok, akkor kérem szépen higgyék el, hogy itt változások fognak bekövetkezni. Tehát önkormányzatiság kihangsúlyozásával, azt majd megadja a parlament, a politikai pártok, az ön megvalósítás keretében. És ha kell, ezt is elmondtam, az én radikalizmusom az, hogy nem az uram bátyám világot keresek,
nem a gyerekemet, nem a fiamat, nem a lányomat, hanem csak Garcs érdekébe akarok dolgozni, és hogyha nem ebben írni azt, hogy Barcsó, egy köbméter víz, tudják mennyire kerül a személyzet, ugye 960 forint, Kaposváron ugyanez 460 forint, akkor kérem én leírtam, már akkor, amikor még nem derült ki a disznóság a DRB-nél, mert az én programom előtt ki volt adva, hogyha kell, el kell zavarni, és finoman fejeztem ki magamat, de tényleg ott, ahol Barcson mi fizettük ki, és ezt tessék érteni, mindent, amit idáig elmondta, minden vállalkozás, megvalósítás mögé, csak én nem ezen az egy példán mutatom be, hogy mit kell tenni, hogyha ha én 960 forintot akarok fizetni, akkor úgy kell nekünk, de ha nem, akkor tessék a lakosság álljon mögém, és nem én leszek az, aki azért nem szervez maga mögé esetleg tüntetést a legmagasabb szinten a törvényes keretek betartása mellett, mert félek, hogy elvesztek esetleg valamilyen tisztséget, ahonnan 100 000 forintot kapok mondjuk havonta tiszteletdíjként, hanem a lakosság érdeket kell figyelembe venni. És itt térnék vissza. Amikor a munkahely teremtésről van szó, akkor itt egy jövedelem visszaadásról is idézőjelben szó lehet, ugyanis hogyha csak a bizonyos közüzemi díjakat 50%-ra tudjuk csökkenteni, ez már a lakosságnak a zsebében érezhető. Kérem szépen, befejezés. Nevetségesnek tartom. Én tudom, hogy mi van mögöttem, mert már leírtam az interneten is, hogy Barcson, Európa, Közép-Európa, leggazdaságtalabb szervizhálózata valósult meg. Miért a barcsi lakosság fizesse ezt ki? Tehát, ha ez csökken, ez is visszaad a lakosság zsebébe pénzt. Kérem szépen. Tehát, méreható változások, Barcs legyen a barcsiaként, önkormányzatiság, önmegvalósítás. És most már tényleg befejezem. Nagyon sajnálom, hogy jelenleg több külföldi és hazai céggel, bár a hazaiakkal már nem nagyon akarok, attól függ majd, hogy alakul a továbbiakban. Csak a saját önmegvalósításomat is próbáltam elérni Fágy Ferenc és Karvalics Otton keresztül, akiknek egy 1000 oldalas tanulmányom, 10 oldalas, 12 oldalas kivonatát adtam át Barcs térségének és az ország fejlesztése érdekében. Amikor elmondtam az önéletrajzot, nem véletlenül mondtam el, mert amikor én leírtam azt, amit leírtam, akkor én nem kóklerként, sarlatánként akartam ezzel fellépni, hanem a komoly munkásságomat az ország, a lakosság érdekében akartam kifejezni. Elmondom, hogy ezekre a tanulmányokra mai napig választ nem kaptam. Köszönöm szépen, hogy köszönjük szépen, úgy gondolom, hogy nagyon fegyelmezettek voltak a vendégeinknek, hogy nekiben 50 percre, ha jól értem, nagyjából belefértünk. Én azt javaslom innéltől, hogy ha egyetértetek, hogy maradjunk most már innét kezdve ülve, és akkor kérjük a kérdéseket, akinek kérdése van, konkrétan személyre szólom, vagy pedig hozzászólás az. Kérdésem viszont egy javaslaton is lenne az elmegyúzás, hogy a polgár azt a jelölteknek most egymás mondandóját meghallgatván adjuk lehetőséget mindenkinek, ha valaki reagálni akar a másik mondandójára, és Károlytól pedig, ha egy kicsit kifejteni egy 5 percben azt, hogy az önkormányzatiságban az 50% dolgozó munkahely teremtésre foglalkoznának. Ez azért is lenne érdekes, mert egy vállalkozókat ez nagyon érdekelne, és a polgármester jelöltek is ebből minden bizonyos tanulhatnának, hogy hogy kell munkahelyet teremteni, mert ez a legnagyobb probléma ebben a városban, és ha Karcsik egy kapta egy pár percet arra, hogy ezzel egy kicsit foglalkozna, hogy lehetne igazából. Köszönjük. Elnézést. Akkor először kezdjük azzal, amit javasoltál, hogy ha egymás eddig által elmondottakhoz van bármelyiknek
Hát valahogy úgy sorrendben, ahogy volt, aztán vagy menjen visszafele, visszafele is menhet, hogy a lépésre vagy elmondott kezdődésében te. Te beszélünk utoljára mindegy. Tehát, hogy amit a többiek elmondtak azzal kapcsolatban, véleményben, hogy számfogan fegyedjük. Én nagyon örülök annak, hogy prioritást élveztem attól, hogy én már leírtam, és tulajdonképpen a választások előtt már azokat én megfogalmaztam, amit ők is megfogalmaztak. Tehát mondjuk ilyen szempontból ehhez nem tudok hozzászólni, legfeljebb örülök, hogy ezen gondolatmenetemben megerősítettek, hogy az is egy helyes út. Visszatérve a teljes foglalkoztatottságra. Hát most csak annyit mondhatok el, amennyi nem sérti azt a szintet, hogy tulajdonképpen mondjuk átadom azt a teljes információt, amit ne találtán más profitálva nekem meg oldusként kell esetben. Én azt hiszem mindenképpől miről van szó. Érzik? Teljesen új gondolatmenet a önkormányzati rendszerben. Ugyanis, amikor azt mondtam, hogy az önkormányzatoknak nem feladat a munkahelyet teremteni, de amikor kihangsúlyoztam a hármas egységet, hogy az önkormányzat, az oktatás és a vállalkozásoknak egy harmóniát kell kialakítani, akkor ebben már valami sejtetés benne van. Tehát, egy-két dolgot elmondok. Minden vállalkozó nem foglalkozhat az egész világ kapcsolat teremtésével például, de az önkormányzaton belül létre lehet hozni egy olyan csoportot, aki csak ezzel foglalkozik. Minden barcsi állampolgár beadhatja az ötletét, kielhetel a vállalkozót is. Erről többen nem tudok. Már ez is egy nagy dolog. Itt el, hogy nem mindenképpen fogalmazódnak a kérdések. És még számtalan dolog van, higgyék el, hogy ez nekem teljes egészében ki van dolgozva, sőt attól félek, hogy amikor az emberben benne van, akkor kiad olyan dolgokat is esetleg, amit nem szívesen ad ki, hiszen arra várunk el egy pillanatig is, hogy a Fidesz ugye most már száznap óta hatalma van, hogy végre adja ki a rejtett titkait. Nem vagyok Fidesz ellenes, mert ott a jobboldali népszerűen vagy, de hogy véletlen valaki azt ugye nagyon örülök a változásoknak, de hogy miről van szó? A következő. Kérem szépen. Tételezzük fel, hogy most itt van közöttünk közgazdász, jogász, marketing szakember. És ezt már elmondtam többnek, igen nehezen lehet megérteni. Itt van ez az üres pohár, és itt van ez a víz. Kérem. Az oktató azt fogja oktatni, hogy mi a víz, mi a pohár, hogyan lehet a vizet beleönteni a pohár.